A pofám leszakad. Komolyan. Hogy nem félnek, hogy rájuk szakad az ég? Tehát ilyet a világon nem láttál még. A HVG megrázó cikket közölt egy diktatúráról, ami a globális politikai életben is komoly szerepet, meghatározó szerepet játszik. Ugye nem gondolnánk azt, hogy egy diktatúra, ahol vegzálják a sajtó munkatársait, ilyen befolyással legyen a globális politikára, de ez mégis megtörtént. És én igazán örülök, hogy a HVG ezt lemerte írni, mert ez szerintem ez egy valamilyen szinten rájuk is veszélyt jelent. Mindjárt mondom, hogy miért, figyeld. A Fidesz köreiben is megforduló influencerek oldalát tiltja le a YouTube orosz propaganda terjesztése miatt, írja a HVG. De ez még csak a cím, ennyiből nem lehet megállapítani semmit, bár a haladó sajtónak, mintha egy ilyen különösen ilyen isteni, vagy inkább istenteleni vénája lenne, arra vonatkozom, hogy hogyan kell egy címben úgy beleírni minden információt, ami az ő narratívájukat hivatott alátámasztani. Na, de lássuk a teljes cikket. Többen közülük Budapesten is jártak. Szerdán vádat emeltek a Russia Today két alkalmazottja ellen, egy amerikai médiavállalat titkos finanszírozása és irányítása miatt, amely több ezer orosz érdeket támogató videót tett közzé. Engedd meg, hogy magyarra fordítsam neked. Tehát van egy ország, és vádat emeltek annak állampolgárai ellen, mert azok sajtómunkát, médiamunkát folytattak, viszont közben egy másik országtól kapták a fizetésüket, és az ő érdeküket tartották szem előtt. Van egy megrendelőd, aki a te munkádat megfizeti. Figyeld, folytatom tovább. A vádirat szerint a Tennessee állambeli Tenet Media titokban orosz kormányzati támogatást kapott, hogy rejtett üzeneteket terjesszen az amerikai közösség számára. Tehát, megint akkor jöjjön a magyar fordítás. Ebben a távoli országban élő emberek egy másik távoli ország kormányától pénzt kaptak, hogy az országban, ahol ők élnek, bizonyos irányú híreket terjesszenek. Remélem, mindenki érti az analógiát. Ezeket a cselekedeteket folytatni fogjuk. Olvasom tovább. A Tenet több prominens jobboldali kommentátorral dolgozott, mint például Dave Rubin és Lauren Sutton, akik korábban magyar eseményeken is részt vettek. Ismételten jön a magyar fordítás, tehát a Tenet média állt már olyan emberek mellett, akik már jártak Magyarországon, és tetszett nekik, amit itt láttak. Ebből következik, hogy Orbán egyenlő Putyin. Ha pedig úgy érzed, hogy a kettő között nincsen semmilyen összefüggés, akkor te vagy a hülye, mert a HVG ezt amúgy korábban már megfogalmazta itt rögtön a címben, ahol leírják, a Fidesz köreiben is megforduló influencerek oldalát tiltja le a YouTube orosz propaganda terjesztése miatt. De még mindig nem értünk a végére. Rubin a magyar gyermekvédelmi törvény dicsérte. Hogy merészelte? Hogy volt merszed? A médiavállalat alapítói, tehát a Tenet média alapítói, Liam Donovan és Lauren Chen, utóbbi az MCC Festen is fellépett, hogy merészelte? Hogy képzelt? Püly! Ellenük azt hozták fel, hogy tudatosan dolgoztak orosz állampolgárokkal anélkül, hogy regisztráltatták volna magukat az amerikai hatóságoknál. Tehát a vád egy adott ország állampolgárai ellen az, hogy ők tudatosan dolgoztak egy másik ország állampolgáraival, miközben sajtómunkát végeztek. Kérjük azt, hogy folytassák le azt a vizsgálatot, ami kiterítheti, hogy valóban van olyan nemzetbiztonsági kockázat, amit akár én, akár mások jelenthetnek. Amerikában, amikor azt írják, hogy nem regisztráltatták magukat, ez azt jelenti, hogy Amerikában van egy ügynöktörvény. Nálunk szuverenitásvédelmi törvény van, náluk ügynöktörvény van, ami azt jelenti, hogy ha te politikai tevékenységet szeretnél végezni, egy másik országnak a megbízásából, vagy bármi ilyen jellegű munkát, ügynök munkát végeznél, akkor neked be kell menned szépen az adott ügynök hivatalba, keresni egy tartótisztet, kiválasztják majd neked, hogy ki lesz a tiéd, jelenteni neki, és minden egyes alkalommal, amikor te ügynök munkát végzel, pénzt kapsz a megbízótól, akkor be kell menned hozzá, és megmondani, figyelj ide, Mr. Smith, én akkor most kaptam ennyi és ennyi pénzt, példának okáért 5,2 millió forintot, amit egy nyílt pályázaton nyertem, bár erről mivel beszéltem a műsoromban, ezért már nem is számít ügynöki tevékenységnek. És amikor megkérdezték tőlem, hogy ez a pályázat ez miről szól, vagy honnan volt,
volt, hát azt mondtam, hogy... Azért van egy pályázatíró, hogy ezeket tudja. Az az érdekesség benne, hogy itt most ugye azért emeltek vádat Lauren Chen meg Lauren Southern ellen, mert ugye a vád szerint ők, hát hogy is mondjam, oroszokkal kollaboráltak média munka vagy sajtó munka közben, ami magyarra fordítva, az állampolgár, az országban, aminek az állampolgára, a.k.a. a hazája, úgy dolgozott, ismétlem a vádak szerint, hogy közben egy másik országnak a kormányától kapta a fizetését. Nagyon sok ember munkájának az eredménye, hogy én ilyen, nem tudom én, sikeres lehetek. Vágjunk bele! Menjünk tovább, mert van itt még érdekesség. De mielőtt rátérnénk az érdekességre, azért az amerikai ügynöktörvény azért baromira nem mindegy, és azért nem mindegy, mert olyan szinten szigorú, hogy pillanatok alatt találod magad Guantánamóban, meg ilyen istentelen pénzbírságokat szabnak ki rád, hogyha te elfelejted bejelenteni, hogy milyen pénzeket is kaptál, milyen mozgásból, és itt nem az van ám, hogy te kormányzati szereplő vagy politikus, baromira mindegy. Ha te bármilyen munkát is végzel, legyen az sajtó, igen, sajtó, legyen az média, YouTube, bármi, vagy csak egy blogot írsz, és te pénzt kapsz egy másik országból, neked azt törvény szerint be kell jelentened. Ez nem ilyen, hogy akkor vizsgálatot indítanak, hanem konkrétan van egy törvény. Ezt azért tartsuk észben. És akkor olvasom tovább a cikket. A YouTube ezt követően törölte a Tenet Media és négy másik Lauren Chen jobboldali médiavállalkozó által működtetett csatornát a vállalat összehangolt befolyásolási műveletek elleni küzdelemre irányuló folyamatos erőfeszítéseinek részeként, nyilatkozta a YouTube szóvivője a Washington Postnak. Ezt elmondom megint, mert egyszerűen ezzel a fogalmazással nem bírok betelni. Tehát összehangolt befolyásolási műveletek elleni küzdelemre irányuló folyamatos erőfeszítés. Tehát a YouTube folyamatosan küzd az összehangolt befolyásolási műveletek ellen. Ez azért egy nagyon fontos mondat. Nagyon fontos mondat. Főleg Magyarországon nagyon fontos mondat. Összehangolt befolyásolási műveletek. Mert a YouTube még mindig egy magáncég. Nem egy kormányzati szerv. Én azt hittem, hogy a magáncég az függetlenül működik a kormányzattól. Csak kérdezem. És akkor itt még azt tegyük hozzá, hogy a Twitter az konkrétan még a Jack Dorsey idejében beismerte, hogy ők konkrétan a demokratákkal kollaboráltak. Majd a Facebook jött elő azzal, hogy hát ők is azért a demokraták kézi vezérlése alatt álltak, a demokrata érdek alatt. És ugye ezzel a YouTube konkrétan azt ismerte be, hogy hát ők is a kormányzatnak az érdeke alatt, legalábbis a demokrata párt érdekeit képviselik. És azért mondom ezt így ilyen felháborodottan, mert ez azért nagyon sok mindenre ad választ, nagyon sok mindenre, mert többször kérdezitek tőlem azt, hogy miért van a jobb oldalnak alacsonyan a nézettség. Hát ha fene tudja, vajon miért lehetne alacsonyan a jobb oldali tartalmaknak a nézettsége, nem is értem. Sőt, tovább megyek, miért van az, hogy aránytalanul magas a nézettsége a baloldali portáloknak, vagy baloldali, hogy is mondjam, megmondó embereknek. Mi van akkor, hogyha a YouTube itt is egyfajta ilyen befolyásolási kísérletek ellen tesz erőfeszítéseket. Tehát itt, ami engem rohadtul felháborít, az, hogy itt van neked a HVG, itt van a HVG, és akkor megírja ezt, de itt még a cikkben amúgy, a cikkben ugye nem csak azt kell észrevenni, hogy mi van beleírva, hanem azt is, hogy mi nincsen beleírva. Mert egy büdös betű nem esik arról, hogy a Tenet Media álhíreket terjesztett volna. Nincs arról szó, hogy amit állítottak, az nem volt igaz, csak a vád szerint, és a YouTube már a vádak alapján törölte a csatornájukat, ami azért nagyon fontos, ezt azért szögezzük le, tehát a vádak alapján törölték, és itt azért szó nincs arról, hogy álhíreket terjesztettek volna, csak hát ugye a kormányzattal nem kompatibilis, és azért, mert nem jelentették, hogy ők máshonnan kapják a fizetésüket. Ültessük ezt át a magyar gyakorlatba, mert itt jelenleg Pressman bácsi, aki egy másik ország kormányát hivatott képviselni, úgy szórja a 100 milliókat, és 100 milliókat szór többszörösen, nyílt pályázatokon, állítólag nyílt pályázatokon, hogy abból még fókuszcsoportéknak is csúran cseppen egy kevés, meg csúran cseppen ide is, az átlátszóhoz is, meg a Telexhez is 6-8-10 millió, ez az, amiről tudunk, és én nem emlékszem volna, hogy bármelyik is ezek közül odament és bejelentette volna, mennyi pénzt kapott. Vagy amikor Gulyás Marci elmegy az USA-ba, és akkor azt mondja, hogy ő hazajött egy amerikai kormány által fizetett ösztöndíjjal, vagyis egy ösztöndíj programban vett részt, amit amúgy ő megpályázott, hát bárki pályázhatott volna, mindenki kaphatott volna több millió forintot, vagy amikor a kamionos turnéját
a CIA egyik alapszervezete finanszírozta 96 ezer dollárra. Becsületére szóljon Marcinak, hogy ő kiírta ezt a Facebookra, úgymond jelentette, tehát az amerikai törvények szerint helyesen járt el, bár nem minősül annak, de ezt most hagyjuk. Viszont azért azt érezzük ugye a HVG cikkéből, hogy torokra veszi, ilyen duplakezes glüglü kombóval szopkodja a nyugatnak a fát azért, mert hogy milyen ügyesen úgy elkapták ezeket az embereket, akik egy másik ország kormányától fogadtak el, úgy jó megkapták. Konkrétan ezek a portálok azok, akik megkapják az amerikaiak pénzét, érted? Amerikából, meg az EU-ból, Brüsszelből finanszírozzák ezeket a portálokat, megmondó embereket, tehát ilyen teljesen média konglomerátumokat, és akkor leírják, hogy de jó, megnyugvás, hogy Amerikában ilyen jól működik a rendszer, hogy elkapták ezeket. Vajon mit szólnának, hogyha ezt a cikket megfordítanánk, és olyanokat írnánk, hogy bíróság előtt kell felelnie a HVG és a Telex két újságírójának, amiért az Egyesült Államok kormányától fogadtak el pénzösszegeket, közben pedig nem jelentették be, hogy ők milyen jellegű tevékenységet folytatnak összhangban az Egyesült Államok kormányával. Na akkor mi lenne? Te már csak a szuverenitásvédelmi törvény miatt hogy visítanak, amikor te berebegteted, hogy a civil szervezeteknek be kell számolniuk arról, hogy kitől kapják a pénzt, mert ha kitől jön a pénz, az azt is megmondja, hogy honnan jön és milyen szándék. Mert én gyanítom, hogy Putyin nem fog fizetni, vagy nem fog finanszírozni LMBTQ szimpatizáns civil szervezeteket. Ellenben, hogyha tudom, hogy honnan jön a pénz, már kb. Az érdeket is ki tudom sakkozni, de ez fel nem bírom fogni, hogy nem szakad rájuk a plafon, amikor ilyeneket leírnak, és büszkék rá, érted? Büszkék rá. Tehát nem azért vagyok dühös, mert ez meg tud történni, hanem azért, mert a YouTube már a vád alapján letiltotta ezeket a csatornákat, oké? És azon túl bíróság elé kell állniuk, mert egy másik ország kormányától fogadták el, hogy legyen ez, az USA-ban ez a törvény, csináljanak, amit akarnak. De ezek jönnek ide, és ezek mondják meg nekünk, hogy ha nálunk ennél finomabb, jobban, sokkal jobban visszatekert törvény van, az maga a sajtószabadság lábbal tiprása, érted? Ez az, ami durva itt, tehát ez az, ami felháborít, és akkor ugye itt van nekünk a nagy közösségi portáloknak az ilyen igazgatói, tehát a Twitternek Jack Dorsey, a Zuckerbergnek ugye, vagy Facebooknak Zuckerberg, és akkor elmondják, hogy igen, ők korábban a demokrata párt érdekeit szolgálták, de bizonyára, mivel a Google igazgatója nem állt ki és nem vallotta ezt be, ezért bizonyára nem szolgálják a demokrata párt érdekeit. Mondom, én akkor tedd fel a kérdést magadnak, hogy egy olyan országban, ahol az emberek túlnyomó többsége jobboldali, nem csak fideszes, mert több jobboldal van. Tehát van a Mi Hazánk féle jobboldal, van a Fidesz féle jobboldal, többen mindenki lehet jobboldali. Ebben az országban a Fidesznek kétharmada van. Az ellenzék, meg az ellenzéki politikára, az ellenzéki, nem is tudom minek nevezem ezt, érdekekre jóval kevesebben kíváncsiak. Aztán valahogy mégis jobban ajánlja őket a YouTube, jobban terjeszti a videóikat. Ugye, aki ismeri az algoritmust, az tudja, hogy mi alapján mennek ezek a videók, mi az, amit triggerelni kell, hogy az jól működjön, érted, aki tanulmányozza ezt, és valahogy vannak portálok, amik nem mennek, vannak, amik jobban, és akkor jönnek ilyenkor a magyarázatok, hogy igen, mert hogy a nehéz úgy jobboldaliként beszélni az interneten, hogy jobboldal van hatalmon, igen, ez érdekes, mindig érdekes, csak bele lehet ebbe is gondolni, de amikor ilyen YouTube-féle összehangolt befolyásolási kísérletek ellen tett erőfeszítésekről van szó, akkor én elgondolkodom azon, hogy YouTube ugye egy amerikai cég, Amerikából jön, amerikai érdek, nem engedi, amerikai érdeket befolyásolják, minden, de valahogy, amikor Magyarországon egy másik ország kormányától, másik ország kormányának a pénzéből tevékenykednek különböző megmondó emberek, az valahogy belefér nekik. Vagy itt csak az amerikai embereket nem szabad befolyásolni, mindenki mást igen, meg mi számít befolyásolásnak, és ismételten mondom,
egy büdös szó nem volt arról, hogy amit Lorencsenék meg ez a Tenet Media csinált volna, az álhír lenne vagy fake news. Erről nem volt szó. Úgyhogy én csak annak a számlájára tudom ezt írni, hogy megint mi történt. Borzasztó képmutatás, azon túl óriási képmutatás van, azon túl a HVG még fel is szopkodja azt, amit máshol diktatúrának hívnak. Ennyit erről. Csak ennyit szerettem volna mondani ma, ne felejts el feliratkozni, és mindenképpen nézd meg az utcaember és videómatól megkérdeztem a Deák tér népét, hogy mit szólnak a telefonok iskolai betiltása, vagy megtiltásához, kitiltása, nevezzük, ahogy akarjuk. Igazán érdekes válaszok születtek. Na, iratkozz fel, komment, csá, meg mindent. Halik. Miért vártam ennyi ideig?